közönség, tisztelt vendégeink, kedves gyerekek! Hajdú Hajnalka intézményvezető asszony nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket, nemzeti ünnepünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésünkön. Külön tisztelettel köszöntöm körünkben dr. Lukács Irény, a kormányhivatal Tiszaújvárosi járási hivatalának vezetőjét. Foglalkoztatási osztály vezetőjét. Dr. Gulyás Mihály, Sajószöget polgármestere, hivatalos elfoglaltsága miatt nem tud részt venni ünnepségünkön, ezért Sajószöget önkormányzatának képviseletében köszöntöm Vona Tamás alpolgármestert. A sajószögedi képviselőtestület megjelent tagjai, Orlicki Kégyes Ferencné és Lukács Katiné. Az egyházak képviselőjeként köszöntöm Drágos Tamás, görög katolikus segédlelkész urat. Mariannák a szülői munkaközösség vezetőjét, illetve a szülői munkaközösség vezetőségének megjelent tagjait. Az ünnepség megkezdése előtt énekeljük el közösen a himnuszt. Jogod van bátornak lenni és őszintének. Becsületesnek, igaznak. Jogod van békességben élni és nyugalmasan várni a naplementét. Jogod van elnyomni magadban gonosz indulataidat, és jogod van a tökéletesedés útját keresni, meg Istenhez vezet. Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik a jogaid ezen a földön, pedig csak egyetlen igaz jogod van, békében élni, de erről feledkeznek meg leggyakrabban. Tisztelt emlékező közösség! Történelmi események újra és újra ismétlődő periódus is a tanít minket arra, hogy aki nem tiszteli a módját, az nem érteti a jelent és nem építő a jövőt. Jelenkori világunkban térképzetek sora árulkodik a szabadság téves, csupán önigazolásra használt formáiról. Vas Albert gondolatain haladva kívánom felébreszteni a kérdést, hogy mi az október 23-ai emlékezés nekünk szánt üzenete, milyen szabadság iránti elköteleződés az, amit ránk hagytak elődeink.
Minden év októberében eljön a nap, amikor diákjaink ünneplőbe öltöznek, előkerülnek a magyar zászlók, osztályaink műsoraikkal felidézik nemzetünk 56-os fájú pillanatait, majd másnap minden zajlik a megszokások nevében. Kérdezem, eljutott hozzájuk a hang? Megértették az események üzenetét? A hétköznapok sokszor adnak erre választ, sajnos nem bizakodást keltők. Kevés a hit, de annál több a gyűlölködés. Az arcok elfordulnak, a mosolyok elfognak. A jogok felerősödnek, a kötelességek elfordulnak. Meglazult az összetartozás vonala, és elhatalmasodott a közönyünk. 66 esztendővel korábban, mondhatnám, alig egy emberöltővel ezelőtt az emberi méltóság, az összetartozás, a becsület és a büszkeség ékességet jelentett az emberek jellemén. Egy marokkéni nép kivívta a nagyhatalmak elismerését, hű volt ezer éves múltjához, és azt mondta, elég volt. Mindezért vérrel áztatott könnyekkel, és generációkon átívelő, soha meg nem gyógyuló fájdalommal fizettek. Azok a könnyek belülről égtek, azok a fájdalmak fullasztó sóhajukban sem enyhültek. Mert a szabadság nem velünk született járandóság, azért élni, hogy meghalni kell. Elődeink meghaltak érte, hogy mi élhessünk vele. Szomszéd nemzetünk fiataljai egy évvel ezelőtt még el sem tudták volna képzelni, hogy az internet kényelmes, Facebookkal átszőtt korlátlan lehetőségek varázsából egyszer csak a háború borzalmaival kellett szembesüljenek. Hogy egyik pillanatról a másikra semmivé válik az otthonuk, hogy ketté szakadnak a családok, hogy sorra temetik el bajtársaikat és testvéreiket. Ők gyorsan megtanulták, könnyű a bátorságnak félváron kiáltani, de a fegyvert kell ragadni, az egészen más. És vajon tudja-e a most társadalma értelmezni ezt az októberi emlékezettel átszült szabadságüzenetet? Számos elmélet szerint a szabadság fegyelemmel jár. Elsősorban önfegyelemmel, ahol a szólásszabadsága addig hangzik, amíg mások becsületét nem kiporja lábbal, ahol a tett szabadsága addig terjed, amíg zsarnok módon nem korlátoz másokat, vagy nem hatalmasodik el az akarat kényszerítés az önös érdekek kiszolgálására. És a válaszok után a többi némacsán. Mi dolgunk hát a világban, mi a küldetésünk a helyi közösségünkben? Elfújni a szürke körök a jólétől elvakított nemzedék szeme elől, irányt, példát és értéket mutatni a köz népe előtt, és megfogni az elesettek kezét, hogy újra maguknak találhassanak. Ügyelni a helyes együttélés korrekt arányaira, erősíteni a családok szentségét, és megértetni az emberekkel, hogy csak a békében lehetünk békességre és szabadságra. Amíg iskolánk megteheti, hogy tanárainkkal együtt ezen értékek felett őrzők lehetünk, addig hittel folytatjuk a megkezdett munkánkat. Megvédjük magunkat és gyermekeinket a mentelen támadásoktól, megtanítjuk számokra, hogyan legyenek partnerek, és nem elnyomunk vagy elnyomottak ebben a világban. Vas Albert volt a megszólító, és ő lesz a lezáró üzenetem a mai nap mementójára. A láthatatlan lobogó. Konok hűséggel boldozom az úttalan mozogtokon. Seb a vállamon és seb a markomon, de fogom, viszem és megtartom. S fogcsikorgatva hirdetem, nem ért véget a küzdelem, mert van, ami még megmaradt. Körcs zsibbasztja a markomat, de markomban még itt a szó, a láthatatlan lobogó. Erekén, kincsen, fegyverem, magasra tartom, s lengetem. És védem foggal és körömmel, vad bűvel és ürült örömmel, és mentem mindeneken által intépővé és jogalással. Dúl otthonam rég összedőlt, kifordult alólam a föld. Társaimat elsorolta, mögöttem ég a foglott fogla. Előttem babsziklák merednek, de nekiválok a meredeknek, mert élek még. Ha törtem is, ha vérben is, ha vörösben is, még ha utolsó is vagyok itt az özönvíz meghagyott, de harcom végig harcolom, s a lobogót megmarkolom. Megmarkolom, és nem hagyom, ha le is szakad a két karom, ha a két lábam térdi kopi, de feljutok a csúcsokig. S utolsó jussomat, a szót, ezt a szent képet lobogót kitűzöm
tehát az ormokon, a csillagokon megjelentettem. Köszönöm, hogy hallottak. Ma a magyar történelem egyik jelentős eseményére emlékezünk, ami 1956. október 23-án kezdődött. Azt mondják, a történelem nem ismétli önmagát. Mégis meghökkentőek a párhuzamai. A magyar forradalom úgy kezdődött az ifjúság tüntetésével, mint 1848. márciusában az a másik forradalom. Úgy is folytatódott, a túlerővel vívott reménytelen harccal, és úgy is végződött vezérei legyilkolásával. 1956. október 23-a távoli és közeli is egyben. Érintve vagyunk. A nap cselekvő részesei közül sokan itt vannak még közöttünk. Nagyapák, nagyanyák élnek és emlékeznek. Az utókortól sem kérnek mást, mint számontartást és méltányosságot. Egy notes! Tartsd a lámpát, hagyj olvassam! Nehéz időket éltünk. Megpróbáltam mindig derűs, vidám lenni, ha hazaértem. Mikori írások ezek? Ez a bejegyzés 1956 őszéből való. Itt a dátum. 1956. október 22. Olvassuk csak! 1945-ben, amikor véget ért a háború, azt hittük, felszabadultunk. Nem sejthette senki, hogy ennyi borzalom után még nincs vége a nyomorúságra. Senki nem tudhatta, mikor kerül sorra, mikor és mivel érdemli ki, hogy mint a haza ellenségét elítéljék, kivégezzék, vagy jó esetben megnyomorítva éle hátralévő életét. Szabadságot a népnek! Szabadságot a népnek! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Szabadságot a népnek! Szabadságot a népnek! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Szabadságot! Egyenlőséget! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Szabadságot! Bárhogy lesz, úgy lesz. Nem, nem hinném. Az egyetemen azt hallottam ma, megindult a szervezkedés. Egy dühösebb az ifjúság. 1956. október 23. Ma elérkezett a nap, a cselekvés napja. Több éves rettegés, hallgatás után végre kimertük mondani, ami a szívünk nyomja. Szembenéztünk és leszámoltunk a zsarnoksággal. Elég volt a megalázottságból! Elég a félelemből!
Egyet a kormányba! Rákosít a Dunába! Aki magyar, velünk tart! Akármilyen kedves vendég, három napi guntig elég! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Fényesebben látszál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk, ide velem régi kardunk. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A tömeg gyűlt, a harag nő, s lassan a hazug világ szilánkokra tört, meg megmozdult a föld. Aki magyar, belül tart ma, térdeplésből ugor tartra. Ez lesz életünk harca, jövőn fényes arca. Ez a harc most tényleg végső. Ne habozz, és nem lesz késő. Térdeplésből ugor talpra, aki magyar, velünk tart ma. Ezért váltunk 56-ra. Ez a harc most tényleg végső. Ne habozz, és nem lesz késő. Aki magyar, velünk tart ma, vártunk a végső harcra. Aki magyar, velünk tart ma, térdeplésből ugor talpra. Ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. A tüntető tömeg része a rádió elé vonult. Az ifjúság 12 pontba foglalt követelésének beolvasását kérte. Megtagadták a rádió vezetőit. Válaszul az ABH martalócai belelőttek a fegyvertelen sokaságba. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak vérez. Piros a vér a Pesti utcán, belügyminiszter, kit lövetsz? Kire lövettek összebújva? Ti megbukott miniszterek! Sem az AVH, sem a tagok, titeket meg nem mentenek! S a nép nevében, aki fegyvert verti a szívükre, merre futsz? Véres volt a kezed már régen, gerül erdő, csak ölni tudsz! Piros a vér a Pesti utcán, első esélyes elveri. Mossa a vérbe megmaradnak, a Pesti utca köveri. Piros a vér a Pesti utcán, munkások, ifjak mire folyt. A három szín lobogók mellé tegyetek ki gyászlobogót. És a forradalmárok elbuktak. Az 1956-os októberi forradalmat vérbe folytották, a magyar szabadságharc összeomlott. Magadnak, és emlékezz! Csak egy percnyi tisztelgésre múltnak, mert nekül jelened nem lehetne. Hogy hittel, becsülettel elhess, értük, miattuk rájuk emlékezz. A mártírokért, kik hősi halált haltak, a túlélőkért, kik halottakat sirattak. A hazáért, mely nem akar többé elnyomó hatalmat szolgálni. A nemzetért, amely csak életek árán tudott újra talpálni. Thank you.
tanítványaink színvonalas, megható előadását. Műsort összeállította és betanította Homa Ágnes osztályfőnök. Ünnepi megemlékezésünk ezzel véget ért. Köszönöm mindannyiuknak, hogy ellenlétükkel megtisztelték rendezvényünket. A szózat elhangzása után vonuljunk át az aulába, ahol egy közös néma főhajtással tisztelegjünk a múlt eseményei előtt.